Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV szombati híradója. Fontosabb híreinket mutatjuk itt a híradó elején, röviden. 91 Mihály háborús hős. Az első és második világháborúban elesett katonákra emlékeztek a településen. Döntő. Biológia-kémia szakos diákok versenyeztek a Batthyány gimnázium házi versenyén. Baleset megelőzés. Kresznapot tartottak a kiskanizsai iskolában. Most pedig a részletek és további híreink. Az első és második világháborúban elesett katonákra emlékeztek ma délelőtt Mihály-don a felújított emlékműnél. A 91 Mihály háborús hősre emlékeztető mementó 1943-ban épült, 1989-ben egy nagyobb felújításon esett át, idén pedig újabb restaurálást végeztek a szakemberek. A délelőtti eseményen Cseresnyés Péter kiemelte, az emlékezés egyben a példa felmutatása is a jövendő nemzedéknek. Hozzátette, azt az identitást, amit a hőseink őriztek nekünk, azt szépen lassan mi is tovább tudjuk adni nekik, azzal a tudattal, hogy majd ők is saját gyermekeiknek, unokáiknak továbbadhassák. Mert egy nemzet így tud fennmaradni, egy nemzet így tudja megtartani az identitását. Úgy, hogy ha kell, áldozatot vállal, vagy ha nem kell, akkor ilyen megemlékezések alkalmával tiszteleg azok előtt, akik az áldozatokat vállalták. És igen, azt kell mondani, sajnos manapság is kell tennünk annak érdekében, hogy az az identitás, amit mi őriztünk, megkaptunk őseinktől, ezt az identitást tovább tudjuk adni. Hiszen, ahogy polgármester is az ünnepi beszédében mondta, Európa kultúráját, Európa identitását, azon belül a nemzetállam identitását nagyon komoly veszély fenyegeti. Ez pedig az illegális, az ellenőrizetlen migráció. Túrázni mehetnek a legjobb csapatok. Tegnap volt a Kán Károly környezetismereti verseny döntője a Batthyány gimnáziumban. A BLG-ben kiemelt figyelmet fordítanak a környezet tudatosságra és a környezetvédelemre, így az Örökös Ökoiskola címmel is rendelkező intézmény rendszeresen megrendezi házi versenyét. A Kán Károly örökségének szellemében megrendezett versenyen a gimnázium biológia-kémia szakos diákjai vetélkedtek egymással, de a rendezvénnyel az erdőmérnökre is emlékeznek. Kán Károly kanizsai gimnazista volt. Képzeljétek el, hogy 1867-ben született, tehát 150 éve, és Kanizsán volt diák, pianista diák. A versenyszervező biológia-kémia szakos tanár elmondta, a megmérettetést évtizedekkel ezelőtt rendezték meg először. Az idei évben újra elkezdtük szervezni ezt a versenyt, hogy hányadikról igazándiból nincsen semmiféle irat, de ez már a legalább a 20. ilyen verseny az iskola életében. Azért szerveztük, hogy azok a gyerekek, akik a környezetvédelem, természetvédelem irányában kötelezettek, vagy nagyon szeretnek a természetben járni, azok nem egy országos verseny keretében, hanem iskolai verseny keretében, csapatverseny keretében megmérettessenek. A kisgimnazisták, valamint a 9. és 10. évfolyam tanulói külön kategóriában versengtek. A legjobb csapatok jutalma egy-egy túra lesz a természetben. Kresznap volt a kiskanizsai iskolában. A gyerekek egy része már egyedül érkezik az oktatási intézménybe, így fontos a felkészítésük a szabályos és biztonságos közlekedésre. Tegnap rendőrök is segítettek ebben. Játékosan tanulták és gyakorolták a közlekedés szabályait az elsősök Kiskanizsán. Az így elsajátítható tudás a legkisebbeknek is nélkülözhetetlen, ugyanis a kisiskolások egy része gyalog, rollerrel vagy kerékpárral érkezik az iskolába. Úgy gondoltuk, hogy a közlekedés biztonsága érdekében, meg a gyerekek miatt, hogy ne legyenek baleset áldozatai, ezért egy kis alapozást szerettünk volna már első osztályban elkezdeni náluk. A cél az, hogy a szülők bátrabban elengedhessék otthonról a gyerekeket, és a gyerekek meg teljes biztonsággal tudjanak közlekedni az otthon és az iskola között. A biztonságos közlekedést, a szabályok tanítását már a családban el kell kezdeni. A szülők példamutatásának pedig óriási szerepe van. Az otthon tanultakat azután kibővíti az Ovi Zsaru program, de az elsősöknek már részletesebben oktatják a közlekedési ismereteket. Itt az alapvető táblákat már ismerni kell. Ezekre próbáljuk kihegyezni a dolgokat, a kereszteződést fölismerje, a táblákat fölismerje,
tudja azt, hogy gyalogos átkelő helyen biciklivel nem megyünk, nem száguldunk keresztül, és a többi. Szóval ezeket az alapdolgokat magyarázzuk elsősorban nekik. A gyerekeket érő közlekedési balesetek számának csökkentéséhez fontos a megelőzés. A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a szülők, a tanárok és a rendőrség összefogására van szükség. Ez a nap is ezt szolgálta. Horvát népi festőművész kiállítása nyílt meg tegnap a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ősze András galériájában. A Kaproncán élő és alkotó Zlatko Strefiček témáit elsősorban a népi kultúrából és a vidéki mindennapokból meríti, de kanizsai tárlatára csendéleteket is hozott. Zlatko Strefiček Lebinában született, és fiatalkora óta alkot. Olajfestékkel dolgozik vásznon vagy üvegen, ez utóbbi módszer igazi lebinai kuriózum. Ez egy nagyon bonyolult technika, ugyanis itt az üveg hátlapjára kell dolgozni, tehát gyakorlatilag én a tükörképét festem meg annak, amit a befogadó képként lát. A Kaproncán élő festőművész a naív irányzat követője, alkotásain a falusi mindennapok és a népi szokások köszönnek vissza, de kedvelt témái közé tartozik a hit és a természet is. Betekintést nyújt az élettel teli múltunk gyökerei közé, kultúránk és hagyományaink életerős alapjai tárgyal fel. Kultúránk közös, évszázados hagyományokra tekint vissza, vélekedett a megnyitón Darkó Koren Kaproncza Körös megye elnöke, aki úgy véli, az együtt gondolkodás átíveli az országhatárt és egyesíti a térségben élőket. Zlatko Strefiček kiállítását október 24-ig lehet megnézni. Kajrózsát színeztek, énekeltek és a horvát nyelvvel ismerkedtek ovisok. A Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Horvát Hét tegnapi programja a hagyományőrzésről szólt. Ehhez csatlakozott a Rozgonyi óvoda egyik csoportja is, mivel az ovisok között többek nagyszülei, szülei a Mura mellett élnek és beszélik a horvát nyelvet. A gyermekeinket, a fiataljainkat szeretnénk egy kicsit a hagyományok megőrzésébe belevonni. Mai napon itt a Kajkevszka rúzsát színeztük, azzal ismerkedtünk. Ugye ez a Kajkevszka rúzsa itt a muramenti horvátoknak az egyik alapmotívuma, ennek a virága. Ennek a színezését választottuk a mai napra, illetve egy kicsit a gyerekeket a horvát nyelvvel is ismertetjük. Úgyhogy igyekeztünk egy kicsit a színekkel, hogy milyen színeket használtunk, milyen színekből áll a virág, annak a megtanulására fordítottuk. Megismerhetik az egészségügyi dolgozók hobbiait a rozgonyisok, itt talán kevésbé tartanak majd a fehér köpenytől. Megnyílt a tanév első tárlata az iskolában. Az intézmény igazgatója azt mondta, a kiállítás anyagáról látott egy összeállítást a híradóban, és úgy gondolta hasznos, ha a diákok megismerik, mivel foglalkoznak az egészségügyben dolgozók a szabadidejükben. Az egyik kiállító egyébként egy rozgonyis kisdiák édesanyja. A kórház is egy munkahely. Ott ugyanolyan húsvér emberek dolgoznak, mint itt az iskolában, csak ugye a kórházi dolgozók azért egy kicsit más jelentenek a gyerekeknek, de még a felnőtt lakosságnak is. A fehér köpeny azért nem mindig ad túl nagy bátorságot a gyerekeknek, és próbáljuk azt bemutatni, hogy azok a doktornénik, doktorbácsik, ápolók, vagy akár egyéb kórházi dolgozók, informatikusok, karbantartók, akik ott vannak, ők mind a barátaink, és mint mondtam, ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, hiszen ugyanolyan dolgok foglalkoztatják őket, ugyanolyan szenvedélyek vannak, akár alkotásban, akár gyűjtésben. Újabb alkotás állít emléket a kanizsai gólyalábazásnak. A főúton látható árnykép a helyi könyvpártoló alapítvány kezdeményezésére közadakozásból készült. Az alkotás célja nem csak a múlt felidézése, hanem az is, hogy minél többen kipróbálják az egykor sporteszközként is közkedvelt gólyalábat. Most nézzük fontosabb híreinket újra egy-egy mondatban. 91 Mihály háborús hős. Az első és második világháborúban elesett katonákra emlékeztek a településen. Döntő. Biológia-kémia szakos diákok versenyeztek a Batthyány gimnázium házi versenyén. Baleset megelőzés. Kresznapot tartottak a kiskanizsai iskolában.
Önök a Kanizsa TV szombati híradóját látták, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét és szép hétvégét kívánok. Ne feledjék, híradó vasárnap este is 6-kor. Viszontlátásra!